Magyarország biztonságát is érinti az, ami Afrikában zajlik. Az ottani konfliktusok miatt ugyanis újabb és újabb milliók indulhatnak Európa felé. Az egyik konfliktuszóna a Száhelövezet, ahol katonai hatalomátvételek súlyosbítják az amúgy sem könnyű helyzetet. Magyarország a térség legstabilabb államának, Csádnak segít, ahogy csak tud. A katonai rezsim visszavonta azt a törvényt, aminek az volt a célja, hogy megfékezze a migránsok áradatát Nigeren keresztül Európába, számolt be a The Washington Post. A 2015-ös törvénnyel a migránsok csempészetét akarták megelőzni, illetve az emberkereskedelem áldozatainak jogait védték. A törvény mellett az EU is kiállt és támogatást is adott Nigernek az illegális migráció kezeléséhez. A legnagyobb vesztes Olaszország lehet, ugyanis a középső mediterrán útvonalon érkező menekült áradat megfékezése már most is állandó feladatot jelent Rómának. Ez pedig a hunta döntése miatt akár el is lehetetlenülhet, ugyanis 2015 előtt az afrikai migránsok 90%-a Nigeren keresztül utazott. Ha a Száhelövezetből egy újabb, több milliós migrációs hullám indulna el, akkor azt Magyarország is megérezné, ezért dolgozik a Hungary Helps program azon, hogy segítséget vigyenek a térségbe, és ezért küld katonai missziót is a kormány Csád felkérésére a térségbe. Azbej Trisztán külügyminisztériumi államtitkár korábbi afrikai látogatásán arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar orvosok és egészségügyi szakemberek nem csak a Csádban menekülőket látják el, hanem az ott élőket is támogatják. Ha itt egy humanitáris katasztrófa helyzet áll elő, az egy menekült áradatot indít Európa és benne Magyarország irányába is. Ezért érkeztünk ide a magyar kormány részéről. Azt keressük, hogy magyar közreműködéssel hogy járulhatunk ahhoz hozzá, hogy a humanitárius válsághelyzet ne szélesedjen, mélyüljön katasztrófává, hogy az ország egy fejlődő pályára induljon, és hogy hogyan tudunk hozzájárulni mi magyarok az ország stabilitásához. A nigeri hunta vezetője közben szövetségeseket keres, méghozzá a Száhelövezet szintén puccsot elszenvedett országai között, számolt be az Associated Press. A hatalmat katonai puccsal megszerző tábornok Maliba, majd Burkina Faso-ba utazott, miután nemrég létrehozták a Száheli Államok Szövetségét.